termékenység és a reprodukció kérdéskörével foglalkozok az elmúlt két-három évben. Ez a kutatásomnak is a témája a doktori iskolában, amit a moment csinálok. A képzés felénél járok, a, és a Budapest Galériában volt látható tulajdonképpen ennek az elmúlt két-három évnek a, egy ilyen összegző kiállítása, aminek Gadó Flóra volt a kurátora. A műveknek egy része olyan terepmunkákon készült, ahol résztvevőként vettem részt, és itt a nőknek van egy ilyen nagyon másfajta kapcsolata a testükkel, a saját problémájukkal, egy sokkal ilyen ö, holisztikusabb látásmódban tekintenek ö, a testükre, és a reprodukcióhoz, vagy a termékenységhez való viszonyukra. Ezeken a tulajdonképpen performatív gyakorlatokon szerzett tapasztalataimat hoztam ki, és valósítottam meg a műveket, újra játszottuk ezeket a jeleneteket egy olyan közösségben, ahol szintén volt igény erre a fajta nagyon intim, elfogadó együtt létre. Alapvetően ugye fotográfusként végeztem, de számomra mindig is izgalmasak voltak a határterületek. Hogy lehet a fotót kimozdítani a térbe, hogy lehet valamiféle három dimenzióról beszélni, hogy lehet ezt redukálni utána újra kitenni a térben, átvilágítani vagy valamiféle ilyen, új léjereket, transzparenciát, szóval hogy így nagyon sokfajta ilyen kiugrásom volt eddig a fotóban, ezeket nagyon élvezem, nyilván mindig meg kell találnom a, a, a témához, vagy a formához illő technikát, hogy ez éppen most installáció lesz, vagy fotókönyv lesz, vagy pedig üveglapokra kasírozott, átvilágított képek lesznek. Mikor a termékenységgel elkezdtem foglalkozni, akkor nyilván megnéztem, hogy a törzsi kultúrákban hogyan jelenik meg a termékenység, milyen tárgyakat, milyen eszközöket használnak a különböző rituáléikhoz. Igazából az, amiket feldolgozok, vagy az, amilyen közösségbe járnak, ők tulajdonképpen a saját személyes rítusaikat hozzák létre, és mindenféle kultúrából táplálkoznak, a világ minden tájáról. És ezekben a kultúrákban használt tárgyakat kezdtem el vizsgálni hogy milyen maszkokat használnak, milyen ruhákat, kerámiákat, milyen szobrokat adnak egymásnak a nők, meg cserélgetnek ilyen termékenységi szobrokat. És akkor elkezdtem létrehozni tulajdonképpen a saját szobraimat, a saját rítusaimat, ezeket bevittem azokba a közösségekbe, akikkel együtt dolgozom, azokkal a nőkkel hoztuk létre a sajátos rítusainkat tulajdonképpen. És ezért jöttek ezek az új médiumok, mert ehhez a témához, amivel foglalkozom, azt, azt éreztem, hogy a fotó az egy nagyon-nagyon szűk keretet ad most ennek. Alapvetően a festéssel és a rajzolással való viszonyom az mindig ilyen nagyon, nagyon nehézkes volt. Soha nem tudtam festeni, soha nem tudtam rajzolni, és azt éreztem, hogy ez a kiállítás az elengedés ritusait címmel nem csak a termékenységhez és a különböző traumákhoz kapcsolódó feloldozást jelenti, hanem hanem önmagamban is fel tudok oldani olyan gátlásokat, amivel azelőtt nem mertem foglalkozni, és nem mertem megmutatni magam. Féltem, hogy mit gondolnak, félne, féltem attól, hogy, hogy ez nem fér bele az én művészetembe, hogy a fotós miért rajzol, a fotós miért kerelmielyzik, a fotós miért csinál széket, azért, mert ehhez van kedvem, és azért, mert a témához ez passzolt a legjobban, és ebben éreztem, hogy ki tud teljesedni ez a projekt elmúlt pár évben készült munkáimnak a legfontosabb fordulópontja az a személyes érintettségem volt. A termékenység kapcsán, amit nem exponálok annyira erősen a munkáimban, mert azt gondolom, hogy nem, nem, az az érdekes része, hanem az, hogy ezen keresztül kikhez tudtam eljutni, és kikkel tudtam olyan viszonyba kerülni, akik, akik megnyíltak, és tulajdonképpen a kutatásomnak a részei lettek. Hogyan tudok eljutni olyan társadalmi csoportokhoz, akikhez előtte nem volt elérésem? Hogyan tudok megismerkedni olyan közösségekkel, akik hasonló problémával küzdenek. És hogy, és hogy tényleg ez szerintem pont ez ilyen női közösségekben nagyon erős ez a személyesség, a megnyílásnak a lehetősége. Ezeket természetesen én a legnagyobb tisztelettel, tisztelettel tudok, vagy szeretek róluk beszélni, meg a munkáimban is megpróbálom így ábrázolni őket. Mert ezek tényleg ilyen nagyon fontos és intim pillanatok, meg helyzetek, amik ott történnek, és ezeket nem így explicit, így nem akarom kivinni azokból a terekből. De az, hogy egy anonim közösség befogad, és ott a hasonló problémák így fel tudnak oldódni, azt szerintem egy ilyen nagyon fontos, fontos része ennek, a, ennek az egész történetnek. És tényleg az, hogy utána hogyan, hogyan tudnak ebből táplálkozni, hogyan tudják beépíteni az életükbe, hogyan tudnak tanulni belőle ezt így biztos furcsa kimondani, de hogy valójában ezek a vesztességek, meg szerintem minden trauma egy ilyen hatalmas építkezésnek a lehetőségét hordozza magában. Ugye a mostani projektjeimben főleg női megélésekkel és női aspektusokkal foglalkozom, mert személyesen tudok ehhez kapcsolódni, és a nők könnyebben beszélnek róla, elérhetőbbek. Ezek a fajta családalapítás körüli vesztességek, ezek, ezek alapvetően tényleg női megélések. De szerintem ugyanúgy ott van, ott van, a férfinek az oldala, vagy a férfi rész, amit nem szeretnék kihagyni. Illetve ott vannak azok a társadalmi csoportok, akiknek viszont a gyerekvállalás és a családdelvállás az egyáltalán nem evidens. Vagy azért, mert egy homoszexuális párkapcsolatról beszélünk, vagy egy queer közösségről beszélünk, egyedülállókról beszélünk, vagy pedig olyan, ö, tényleg olyan társadalmi osztályok, akik anyagilag nem tehetik meg azt, hogy ha nem lehet esetleg gyerekük, akkor olyan kezeléseket vegyenek igénybe, amik, amik tök sok pénzbe kerülnek. Szóval a jövő az ö, valószínűleg olyan társadalmi ö, csoportoknak a vizsgálata, a termékenység és a reprodukció kapcsán, akik nem egy heteronormatív értékrendbe tartoznak bele.